A népi bútorfestést legelőször itt ismertem meg Vargyason. Én felsőrákosi vagyok, és idejöttem férhez, és anyósom Sós Emma, ő népi bútorfestő, tőle láttam először a bútorfestés titkait. Nekem mindig tetszett a népi bútor, amit Rákoson is ismertem, úgy, mint hazományos ládákat, guzsajokat. Arra törekedem mindig, hogy a tájegységeknek a motivumai ne legyenek összekavarva. Már az nagyon fontos, hogy ne kavarődjenek össze, és meg lehessen különböztetni mindegyik bútordarabot, vagy akármit, hogy ez almási, vagy kőhalmi, vagy felcsíki, vagy vargyasi. Vannak különösebb igények, például ha valaki egyszerű motivumot akar, akkor nem a vargyasi találom, ha valami egyszerűbb motivumot, aki pedig úgy szeretné, hogy díszítettebb legyen a bútordarab, akkor inkább a vargyasit ajánlom. Ez olyan szakma a bútorfestést, hogy ha van egy kicsi hajlamod, vagy például jártunk olyanok a bútorfestő tanfolyamra, hogy nem nagyon tudtak rajzolni, és elsajátították annyira a bútorfestés minden csinyát, bínyát, hogy ládákot festnek, tányérokot festnek, úgyhogy meg lehet tanulni, ez biztos. És szeretni is kell. A festékek, amiket használok, ezek akril, vízalapú festékek. Ezelőtt használtak porfestékeket, amit készítettek, de én most a moderna változatját használom, az akril festékeket, amit vízzel lehet hígítani, hamar száradnak, és meg vagyok elégedve a minőséggel. A tulipán az női szimbólum, a nőiességnek a jelképe. A margaretta ez a férfi és a nő közötti viszonyt, egységet jelképezi. A tulipán bimbo az is női jelkép, ami a fiatal gyermeknőt, a leánygyermeket jelképezi. A gyöngyvirág az a tisztaság jelképe, és a bogyók, ezek olyan térkitöltő motivumok, amit szoktunk használni, ha például nincs nagyobb a hely, és oda beszúrunk egy ilyen mesgyávirág, ennek azt mondjuk. Úgyhogy ezen a tányéron egy női szimbólum van, és középen a nő és a férfi közötti viszony. Ugye meg van egyezve, hogy milyen mintavilágot szeretne a megrendelő, és akkor megalkotom a mintát, ami úgy történik, hogy egy fél mintát lerajzolok egy lapra, és azután a másik felét megrajzolom. És akkor van egy ilyen papír, ilyen pauszpapír, amire rávetettem, és avval együtt rajzolom rá a darabra. Na, általában úgy szoktam, hogy ilyen nagyobb bútroknál, hogy mindig a mintát előre kifestem oké sárgával. Azért, mert a sárgára, ha ráfested a színt, például a zöldet, vagy akármilyen szín, jobban kijön az a szín. És akkor háromszor körülbelül kifestem a mintát, az alapokot. Megvan, hogy a lapit hogy kell kontűrözni, virágot hogy kell kontűrözni, milyen pontok jönnek, úgyhogy nagyon sok apró kis utána való járás van, amíg tökéletes lesz a minta. Amikor kész van a minta, akkor viasszal, vagy ilyen matt, vízalapú lakkal szoktam lekötni, ez azért kötik le, hogy tartósabb legyen a minta, ne pattogjon föl. Az a lényeg, hogy az ecsettel mindig felülről lefelé jövünk,
Megvan az is, hogy hogy kell az acsattába adni, nagyon fontos. És akkor két fal őrülbe húzom. Itt is látszik, na, hogy még egyszer, még kétszer is lát, hogy a fehére rá kell menni, hogy betakarja teljesen. Ez először akkor rámegyek a virágokra, a végén pedig vannak olyan pontok, vagy díszítések, amiket rá kell rakni. Egyszer az alapot. Ahogy említettem, már a vargyasi a legmunkásabb, legszínesebb motívumvilág. És azért jó, hogy a többfélét kérnek, mert érdekesebb. Így a bútorfestés. És nagyon-nagyon örvendek, hogy megtanultam. Ez nagyon megnyugtat. Akármilyen problémája van az embernek, aki szereti ezt csinálni, ez olyan relaxáció. Nekem például az. Akármilyen problémád van, elfelejted, mikor kezdesz festeni. Virágok közt vagy. Nagyon törekedek arra, hogy mindig hamar meglegyen, aminek nekifogok, mert alig várom, hogy lássam, hogy mi jön ki belőle. Mert a végén az nagyon nagy öröm, nagyon nagy megelégedés, hogyha látod, hogy az, amit alkottál, az nagyon szépen kijön. A bútorfestés az nagyon időigényes, nagyon sok türelmet igényel. Sokan mondják, hogy van türelmem, vagy de ez így születtem. Ez nekem egy tulajdonságom, hogy szeretek ilyen munkákkal foglalkozni, de minden esetre nagyon időigényes. Nekem annyival szerencsém van, hogy a férjem meg tudja csinálni, nem kell elmenjek, nem kell megrendelni azt a darabot, úgyhogy a családban maradt. Mert van olyan bútorfestő, aki még meg kell rendelje, de én azok szerencsések közé tartozom, aki itthon a kapom, bár ő megkapja a fehéren az anyagot. A mostani világban én úgy látom, hogy kezdett visszajönni a kereslet a festett bútorok iránt. Az a fontos mindig, hogy a megrendelő, aki idejön, az tudja azt, hogy mi a jelentése annak a virágmotívumnak, és ha úgy akarja, akkor lehet az ő életútját is bele lehet festeni abba a virágkompozícióba. Remélem, hogy visszajön a kereslet, nő a kereslet, és az embereknek az érdeklődése megnő ez a
szép bútorfestés iránt.